A független újságírás döglődése ott kezdődött, amikor a független baloldali vagy független liberális újságírók elkezdtek azon malmozni, hogy megírhatják-e az igazságot az SZSZP-ről, vagy akár az SZDSZ-ről, akár az MSZP-SZDSZ kormányról, ha ezzel javítanak a Fidesz pozícióján. Ezekre a gondolatoknak nem szabadna felmerülnie, és minden körülmények között érdemes megírni ezt. Az átlátszót én azért szeretem, mert nem mérlegel. Sohasem gondolkozik azon, hogy azáltal, hogyha kiderül valakiről, hogy gazember, azáltal egy másik pártnak segít-e, vagy árt, vagy mi fog történni, hanem megírja a tényeket. És mint ilyen persze, amikor hülyeséget ír, akkor is csak saját maga felelős érte, nem a megbízói akaratából ír hülyeséget, de többnyire nem hülyeséget ír. Többnyire a tényeket írja meg, utána megy, oknyomoz, és az egy iszonyatos meló. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha tehetik, mindenképpen támogassák ezt a munkát, mert előbb-utóbb már semmi sem marad ezen a piacon, csak azok a különböző adományokból élő újságok, lapok, online felületek, amelyeket mi tartunk el.